amíg a videót bekapcsolják, addig elmondom, hogy Dobos Balázs vagyok. A világ kétféle emberből áll, innovátorokból és gondnokokból. Én nem gondnok vagyok, hanem innovátor. 98-ban vezettem be a Supershop projektet, annak voltam az egyik tervezője. 2002-ben az első SIM-kártya alapú mobilbanki rendszert csináltuk a Budapest Banknál, akkor még körömúlóval vágtuk ki a Windows operációs rendszerű smart kártyát, hogy abból egy kiesett. Ugyan, bank és műségkártyaid a SIM-kártyáról biztonságosan távolulnak. A mobiltárca alkalmazás lehetővé teszi, hogy NFC-képes mobiloddal bármely Paymaster terminálnál egyszerűen és gyorsan fizess. Akár egy gyors kávéra támad kedved, akár hétvégi nagy vásárlásra indulsz, minden elég, ha csak a mobilon viszed magaddal. Ha időközben megéhezel, az sem gond. Gyors éttermedben is fizethetsz a telefonoddal. És ha kicsit hosszabbra nyúlna az este, számos hely közül választhatsz, ahol bankkártyaként használhatod a mobilodat. Bármilyen kikapcsolódáshoz is legyen kedved. A mobiltárca alkalmazással a telefonod országszerte több mint 10 000 helyen használhatod. Sőt, külföldön is fizethetsz vele. Te is szeretnél még kényelmesebben, gyorsabban intézni vásárlásaidat? Gyere és próbáld ki a mobiltárcát! Ezt a bevezető videót azért szerettem volna bemutatni, hogy lássuk, hogy tényleg mi a praktikus haszna ennek a mobiltárcának, és akkor talán az első szlájdra ugorjunk rá. Ezután. Műszaki, ja igen, még a élettörténetemet befejezve, tehát a 3 perc, köszönöm. Tehát, hogy a SIM-kártya alapú fizetések, aztán mobil egyenleg, terhére történő fizetések, később remote payment, most pedig a Proximity ezzel foglalkozom. Proximity-ben az architektúrát, a műszaki funkcionitást, különböző elemeket és felelősségi rendszereket szeretnék felvillantani. Nagyon fontos kérdés az, hogy hol van az egyenlegkezelő, és hol van a biztonság egy ilyen tranzakciónak lefutásában, illetve hogy a telefon, hogy a telefonra hogyan kerülnek fel ezek a fizetőeszközök, ezek a jegyek. Ezt mutatja be ez az ábra, nem tudom, hogy van benne ilyen világító, igen. Tehát tulajdonképpen a telefonunkban van egy SIM-kártya, a SIM-kártyán vannak security domének, a security domainekbe lehet behelyezni ezeket az eszközöket, amelyek lehetnek bankkártyák, hűségkártyák, többször használható jegyek vagy beléptető kártyák, és ezeket a security domaineket tulajdonképpen ilyen service providerek tudják használni, hiszen ezekhez kapcsolódnak a különböző szervizek, amiket igénybe lehet venni. Kérdés az, hogy a service provider hogy tudja eljutatni a saját szervizéhez kapcsolódó biztonságos információkat erre a telefonra. Ehhez igénybe vesz egy olyan TSM-et, aki őt szolgálja ki, ezt úgy hívják, hogy Service Provider oldali TSM. TSM az azt jelenti, hogy Trusted Service Manager, tehát egy általa megbízható entitás. És ez eljutatja az információkat egy másik entitásnak, aki pedig a mobil szolgáltatói oldalon fér hozzá a SIM-kártyákhoz. A SIM-kártyáknak be tudja juttatni ezeket az információkat a telefonba. A telefon majd, amikor olyan helyzetbe kerül, hogy egy terminállal rádió kommunikációs kapcsolatot tud kezdeményezni, akkor egy tranzakciót hoz létre, és ezt a tranzakciót tulajdonképpen ez a terminál zárja egy másik úton keresztül a service provider felé. Tulajdonképpen így fut le egy tranzakció. Ez a kép, azt hiszem, hogy több órát is tudnék erről beszélni, hogy itt kinek milyen szerepe van, de erre most az idő hiányában nem kerítünk sort. Azt fontos látni, hogy itt minden egyes entitás, aki az ügyben szerepel, annak van egy életútja, tehát így az ügyfeleknek, az eszközöknek, az alkalmazásoknak, a SIM-kártyáknak, a kibocsátástól, az elvesztésen keresztül, a kicserélésig, ez millió lépésből áll, és ennek tulajdonképpen a teljes ügyfél folyamati és folyamat szervezési oldalának a megalkotása, ez körülbelül ugyanakkor a munka, mint magának a műszaki architektúrának a kialakítása. Tehát nem elég, hogy ez a dolog ez jól működjön, ezt még használhatóvá is kell tenni az ügyfeleknek.
számára. Ezen az ábrán néhány szerepkört villantottam föl. A call center, service provider, a különböző TSM-ek, akik ennek a háttérbiztonságát garantálják. Magát a mobil alkalmazást tulajdonképpen csak ezzel találkozunk a telefonunkban, amikor egy applikációt betöltünk, aztán beletesszük a SIM-kártyára felkerülnek ezek az eszközök. Valójában nem sokat láttunk belőle, de az applikációt azért mégiscsak azon keresztül érjük el az egyes funkciókat. És a fejlesztési platformunkat is szerettem volna még bemutatni. A mobiltárcában ebben a pilotban Android készülékekre készült el az alkalmazás, illetve tesztelés jelleggel Windows Phone-ra és BlackBerry-re is kipróbáltuk, hogy ez hogy van. Sajnos 5 percben nehéz elmondani mindezt, de hogyha vannak kérdések, akkor megpróbálok válaszolni. Tessék! Nekem lenne egy olyan kérdés, hogy ott a jobb alsó sorokban van ez a Supershop dolog, mert hogy, tehát, hogy nem vagyok OTP ügyfél, Mastercard, ez így jó. De tehát, hogy ez azt jelenti, hogy akkor a Spárba oda nyomom a telefonomat a... mihez? Igen. Tehát a dologban úgy kell képzelni, hogy először kezdődik egy SIM-kártya cserével és egy olyan készülékkel, ami NFC képes, mondjuk itt van egy ilyen, nem a zsebemben. Aztán amikor beletettük ebbe ezt a SIM-kártyát, akkor van rajta egy ilyen alkalmazás. Ebben az alkalmazásban aktívvá kell tenni, hogy ez tudjon működni, az a rádióinterfészt aktiválom, és utána nem a Supershop kártyámat veszem elő, mint ahogy azt a videóban láttuk, hanem a telefont oda érintem. Ez annyival tud többet a mai Supershop kártyánál, hogy nem kell bedobni a készülékbe, tehát proximity. A másik pedig, hogy ezt a rádióinterfészt innen a felületről ki is be tudom kapcsolni. És bármikor. Ezt tudják a Spárba is? Mert... Abszolút. Aha. Igen. Mert az igazán gond az mindig ezekkel, hogy tehát mindig magyarázkodni kell, hogy nem akarom odaadni a kártyámat, majd én azért. Tudják, a Spárban megkapták a felkészítést. Uh-huh. Amikor arról beszéltem, hogy a technikai kialakítás meg a mögöttes rendszer, hogy ez tényleg működjön, ez körülbelül ugyanakkor a meló, akkor pont erről beszéltem, uh-huh. hogy az, hogy elmondjuk a Spárosnak, hogy ne küldje el melegebb éghajlatra azt, aki a telefonjával szeretne pontot gyűjteni, akkor erről beszéltem. Igen. Ha nem vagyok OTP ügyfél, viszont szeretnék a telefonommal fizetni, akkor ráadásul hányszor kell bevennem ahhoz bankokba és T-pontokba, hogy a végén ezt meg tudjuk csinálni? Ahhoz, hogy a pilotban részt vegyél, ahhoz mindenképpen OTP ügyfélnek kell lenned, mert a pilot az egy speciális helyzet. Itt csak OTP ügyfelek és csak Supershop ügyfelek vannak még benne a buliba. Egyébként az architektúra az nyitott, tehát hogyha a pilot lezárul, akkor más bankok vagy más szolgáltatók is csatlakozhatnak. És igazából itt nem csak bankok és pontgyűjtő entitások jöhetnek számításba, hanem a beléptető rendszertől kezdve a jegyeken keresztül a kantinig bármi lehet ez. Tessék! Két kérdés volt. Az első, hogy attól, hogy sokan törik körbe ezt a tortát, nem lesz ez nagyon drága. Hogyha nagyon nagy ez a torta, nagyon nagy a tranzakció szám, akkor nagyon kis margókon is lehet osztozni. Ez az első mondás. A második pedig, hogy ezzel kapcsolatos, hogy a világon igazából a proximity fizetéseknek a sikertelensége alapvetően azon múlott, hogy nem volt mögötte megfelelő üzleti modell, ami kellő motivációt jelentett volna arra, hogy ez jól menjen előre. Tehát ez egy teljesen jogos felvetés, és a jelenlegi pilotban ez még nem egy kidolgozott rész. Tulajdonképpen a pilotnak az volt az egyik célja is, hogy ebben a dologban
tisztában lássanak a szereplők, és pontosabban tudják körberajzolni azt a részt, ami nekik fontos. A második kérdés az az volt, hogy ez a helyi szatócsboltnak is egy megoldás, vagy pedig ez csak a nagy világrendeknek a megoldása. Én úgy érzem most, hogy ez alapvetően a világrendeknek a megoldása. Tehát, hogy egy T-mobilos mobiltárcában nem fog tudni bemenni nagyon kis ügyfélszámmal rendelkező bolt, vagy valamilyen entitás, hogy ott több megoldásokat javasolja. Tehát ez inkább ilyen országos méretű megoldásoknak a mobiltárcája. Abban viszont teljesen univerzális, tehát hogy ha van egy ilyen megoldás, Mastercardot föl lehet rá tenni, és azzal lehet fizetni, akkor azzal lehet fizetni Magyarországon is, meg Brazíliában is, pontosan ugyanúgy. Rengeteg kérdés. Egy kérdést. Azzal nincsen probléma, hogy amikor a chipkártyát az ember bedugja az olvasóba, tehát egy bankkártyát, akkor ugye nincsen semmilyen külső entitás környékén. Ebben az esetben viszont az okostelefonok rútorva lehet, más szoftverek futnak rajta, tehát egy csomó olyan probléma merülhet föl. Igen, a kérdés az az, hogy addig, amíg egy chipkártyás kommunikációban a chip és a terminál között nehéz a lehallgatást megvalósítani, addig itt ezt könnyű. A válasz erre az, hogy ez end-to-end secure tranzakció, abból a hardware security modulból vagy SAM modulból, ami a terminálban van, addig a secure elementig, ami pedig a SIM kártyában van, tehát akkor lehetne ezt hatásosan megrútolni, hogyha a SIM kártyába, a security domainba lehetne elhelyezni ezt a... Tessék? A forgalmat nyugodtan le lehet... a firmware upgrade-ben nem SIM kártyája. Semmilyen firmware upgrade, nincsen SIM kártyája. Hát, és azt mondja, hogy a szolgáltatóban, de a mobiltelefonok SIM kártyáján ott a firmware upgrade-et létezik szert a világon. Tévedés. Azért tudok erre könnyen válaszolni, mert a magyarországi három mobil szolgáltató közül kettőnek mi készítettük az over the air platformját, ami ezeket a SIM kártyákat a távolról tudja menedzselni. A Vodafone-nak ma nincsen működő over the air platformja, amivel távolról SIM kártyán fölve tudna frissíteni. A T-Mobile-nak és a Telenor-nak pedig van, amivel tudnak távoli fájrendszerműveleteket végezni, de firmware frissítést nem tudnak rajta végezni. Tehát... Ennyi a kérdés? Még egyszer. Igen? Hát millió olyan NFC olvasó van, aminek van USB portja. Tehát lehet, bemegyek a boltba, körülbelül 20 000 forintért lehet kapni egy olyan NFC olvasót, aminek van USB portja. Ezt nyugodtan hozzá tudom tenni a számítógépemhez, és azzal tornázgathatok, hogy a telefont hozzáérintsem. Mivel nincsen meg, ahogy az előbb említettem, ugye end-to-end security csatornát kell felépíteni a két secure element között, és mivel nekem a második elem nem lesz meg, ezért nem fog tudni érdemben secure csatornát felépíteni. Tehát látni fogom, tehát tudok abból utasításokat kiadni, de tranzakciót nem fog tudni felépíteni. Köszönjük szépen, közben Nagy Daninak kéne